Köszöntök mindenkit. Nyúlfarknyi az, ami hátra van abból az előadás sorozatból, hát sorozat három részes előadásból, amely a magyar ősvallás kérdéseit járta volna körül, vagy járja körül. Felvezetésképpen néhány személyes élményt szeretnék önökkel megosztani. Ezek a személyes tapasztalatok nagyon tanulságosak, és azt gondolom, hogy közérdekűek a közeljövőre nézve számunkra, ezért osztanám meg a tisztelt jelenlévőkkel e tapasztalatokat. Történt, hogy a MAG nevű mozgalom szervezet múlt év december 21-ére meghirdetett egy tűzgyújtásos szertartást itt a Kárpát-medencében. Érezvén a nagy bajt, hogy a felhívás valahogy úgy hangzott, hogy gyújtson közös tüzet, amely a Pilisből indul ki, és aztán ameddig eljut, eljut. Úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon fontos felhívás, annak ellenére, hogy azért lehetett érzékelni, hogy az időpont megválasztásában némi nemű problémák vannak. Nevezetesen azért, mert az idén nem 21-én volt a téli napforduló, hanem 22-én hajnalban. Na most semmi gond nem lett volna ezzel a tűzgyújtással, ha 21-én elkezdünk egy szertartást, és megvárjuk 22-ének hajnalát, amíg ténylegesen fordul a játék, a világosság és a sötétség örök nagy küzdelme, és megszületik a világosság. Na de nem ez történt, hogy a legtöbb helyszínen meggyulladt a mágia, majd eloltották a mágiát, és szépen mindenki hazament, mikor? A lehető legnagyobb sötétségben. És ez nagyon nagy baj volt. Tehát erre egészen konkrétan tudom mondani, szent helyekről visszajelzés érkezett. Röviden így adom át. Nana. Szóval ezt ne csináljuk. Ugyanis ezzel nem a világosságot segítettük meg, hanem a sötétséget segítettük. És hát ezek után, néhány nappal rá, innen jön a személyes élményem, borzasztóan beteg lettem. De tényleg nagyon beteg lettem. Ez úgy kezdődött, hogy a nyirok csomókkel kezdtek rakoncátlankodni. És sokáig egyébként mumszra gyanakodtunk otthon, mert itt a nyaki nyirok csomók közül különösen egy, az borzasztó nagyra duzzadt. És én ugyanis voltam ezzel. Csak hogy a helyzet kezdett egyre rosszabbra fordulni. És úgy januárban, január közepe táján én már annyira rosszul voltam időnként, hogy úgy elkezdtem gondolkozni, hogy, és ezt most tényleg nem viccből mondom, hát talán valami fajta végrendelkezést kéne csinálni, hogy azért mégis a gyerekek meg a feleség, tehát a családra valamit azért szellemi értelemben itt van hagyaték, stb. Tehát valamit tenni kéne. Egy valamire viszont már ekkor fölfigyeltem. Volt egy nagyon jellegzetes rosszul lét, amely igazodott a naplementéhez. Ahogy a naplemente ideje tolódott a téli napforduló után, úgy tolódott a rosszul lét ideje is. És egy idő után az ember kénytelen volt fölfigyelni, hogy amikor jön a naplemente, akkor jön a rosszul. Ezt már lehetett így előre tudni. Megnéztem, mikor van naplemente, és akkor mondtam, hogy na most fog jönni a rosszul lét. Abban a pillanatban fölfutott a láz, egy ilyen nagyon érdekes szédüléses állapot köszöntött be, és ilyen vándorló fájdalom, hát nem tudom, hogy éreztek-e ilyet, ez nagyon félelmetes, az emberben elkezd a fájdalom, iszonyatos nagy fájdalom vándorolni. Nem lehet lokalizálni, hogy ez most melyik szervhez kötődik. Elkezdtem tájékozódni először a szűkebb körben, majd a tágabb körben is kiderült, hogy azok az emberek, akik foglalkoznak a magyarság ősműveltségével, foglalkoznak az őstörténettel, foglalkoznak a szerves műveltséggel, érdekes módon, mint betegek. Érdekes módon, akik ezek közül elmentek orvoshoz, ugyanolyan tünetekkel, félértés ne essék, ugyanolyan tünetekkel, negatívak a leletek. Na hát azért ez már több, mint érdekes. És az ember elkezd gondolkozni, mi okozhatja vajon ezt a betegséget. Nekem abban a szerencsében volt részem, hogy amikor gimnazista voltam, meg még egyetemista éveim alatt is, rendszeresen kiártunk ilyen amatőr csillagász
szakkörnek voltunk mi a tagjai, és rendszeresen kijártunk az ott helyben működő meteorológiai állomásra. Most miért mondom ezt? Azért, mert ezen a Békéscsabai meteorológiai állomáson működött Közép-Európa egyetlen ionoszféra kutató szondája. Érdekes módon ezt az ionoszféra kutató szondát, ezt én még kapcsolgattam is, tehát nagyon büszke vagyok, hogy én magam is kutattam az ionoszférát, ugyan nem értettem a jeleket, amelyek visszajönnek, de kapcsolgattam, tehát küldtem rádiójeleket az ionoszférába, és vártam, hogy visszajöjjenek, hogy visszaverődjenek az ionoszféráról. És gyakorlatilag 93 körül ezt az ionoszféra programot megszüntették. És nem lehet tudni, hogy miért. Ennek az ionoszféra kutató programnak egyébként a hadsereg volt az egyik támogatója. Tehát ez egy nagyon fontos katonai program volt. Az ionoszféra többek között felelős bizonyos rádióhullámoknak a visszaverődésért. Na most napközben, és innen lesz érdekes a történet, napközben a napsugárzása jelentősen megváltoztatja az ionoszféra szerkezetét, ilyenkor gyakorlatilag a rádióhullámok nem verődnek vissza róla. Vagy csak nagyon nagy szórással. Ezt onnan lehet tudni, hogy ha például olyan tartományban tekergetik a rádiónak a gombját, amelyik az ionoszférát használja visszaverődésként, akkor este sokkal jobban lehet fogni ezeket a rádióállomásokat, mint nappal be se jönnek távoli rádióállomások, mert ezek a frekvenciák nem követik ugye a Földnek a görbeségét, hanem az ionoszféráról verődnek vissza. Mikortól lehet fogni ezeket a rádióhullámokat? Napnyugta után. Na most miről van szó? Hát ma már pontosan tudom, hogy miről van szó. December 21-e óta ez a bizonyos sarkifény kutató terv, project, idegen szóval, ezzel szokták elfedni. Mindenki úgy ismeri, hogy HARP. December 21-e óta biztosan szinte minden nap használják. Na most ennél sokkal rosszabb a helyzet. Nem csak arról az, hogy minden nap használják, és eddig nem használták minden nap, hanem arról van szó, hogy most már kifejezetten a Kárpát-medencére használják. Na erről van szó. Na most tudva lévő, hogy ennek van egy nagyon fontos, ezt már elmondtam itt egyébként, de hát ismételjünk. Van egy nagyon fontos csúcsa, a 7,5 Hz-nél. Ez Schumann frekvenciának hívják. És ez miért fontos nekünk? Föld szívének ez a frekvenciája. Hát mit csinálnak ezek? Sokkal rosszabb a helyzet, mint a Habsburg időkben. Akkor fizikailag verték szét a pilisi rendszert. Most láthatatlan tartományokban verik szét. És pont én voltam az, aki állandóan arra sarkaltam mindenkit, aki az előadásokat hallgatja, hogy menjünk a szent helyekre. Tartsunk szertartásokat a szent helyeken. És most egy kicsit elbizonytalanodtam. Azért bizonytalanodtam el, mert a szent helyek, a Föld energiájának ezek a megszentelt csomópontja az elsődleges továbbadói mindannak a hatásnak, ami a Föld mágneses terén keresztül érkezik hozzánk, ami a Föld ionoszféráján keresztül érkezik hozzánk. Ez azt jelenti, hogy aki a szent helyekre jár, sokkal inkább ki van téve a HARP nevű új csodafegyver hatásának, mint aki nem jár szent helyekre. Vagyis ha védtelenül megyünk ki, ma ott tartunk, ebbe belehalhatunk. Szó szerint. Egy-két hónap leforgás alatt ők rákot tudnak előidézni. Tényleg nem viccent mondom. Ma már ott tart a dolog, hogy kiukasztották az ionoszférát. Egyébként azon is el kellett gondolkozzak, hogy van-e globális felmelegedés. Mitől van a globális felmelegedés? Széndioxid kibocsátás. Esetleg valami más. Esetleg ettől. Tehát mintha gyorsítani akarnának valamit. És annyira arcátlanok, ne felejtsük el, már 3 ilyen antenna rendszer van. Mert nem csak Alaszkában van ilyen. Norvégiában is van egy ilyen, és Grönlandon is van egy ilyen. Nem véletlenül telepítik őket az északi sark környékére, ott tudják a leghatékonyabban használni. Egyébként Nikola Tesla kutatási eredményeit használják föl. Teljes egészében. Ez egy nagyon érdekes, önmagát erősítő
antenna rendszerén, lépcsőzetesen épül föl, derékszögben rakták ki ezeket az antennákat, és döbbenjünk meg, itt gigawattos teljesítménnyel működtetik. Tehát ez valami borzasztó nagy energia. Tehát most gondoljuk el, hogy egy kis csoport szertartást tesz egy szent helyen, és érkezik egy gigawattos energia oda. Tehát azt mondom, hogy csoda, hogy itt vagyunk. Csoda, hogy élünk. Úgyhogy nagyon kell vigyázni, meg is gondoltam magamat, tehát továbbra is azt fogom mondani, menni kell a szent helyekre. És szertartást kell tartani a szent helyeken. Csak nagyon-nagyon vigyázzunk. Látható módon ők egyébként a jeles napokra élesztik ki az adást. Van az interneten, aminek szintén én nagy ellenlábasa vagyok, tudom, tehát most önmagam ellen beszélek majd folyamatosan. Meghazudtolom önmagamat, tessenek beütni ezt a hárpot, megint csak ott lesz körülbelül 10 000, na jó, annyi nem, de rengeteg tanulmány, rengeteg cikk, rengeteg íromány, az egyik ilyen honlap vagy micsodán gyakorlatilag órára pontosan követik az ionoszférának a szerkezetét. Van egy olyan kutató, akinek van egy magántulajdonú ionoszondája, és azzal figyeli az ionoszférát, és mondja előre, tehát föltette az internetre, hogy most éppen mi a helyzet. Most föllőttek-e valamit, vagy nem lőttek-e föl valamit. Ott tart a dolog, képzeljék el, hogy kiukasztották az ionoszférát. És tudják, mit csinálnak? Egyenesen a napba lövik bele. Na most ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy teljesen labilissá teszik a napnak a működését. Ne felejtsük el, hogy a napfolt tevékenységtől micsoda függ. A Föld mágneses tevékenység. Tehát fölgyorsították a Föld mágneses pólusváltását. Ez azt jelenti, hogy valószínűleg a 2012 már nem is igaz. Most mire megy ki a játék? Azért azt lehet tudni, hogy mire szolgálnak ezek a technikai újítások. Ez egy rávezetés, egy lépcsőzetes rávezetés. Ma már ez eléggé közismert. Miről van szó? Az ide beültethető mikrocsipről. Most ilyenek már vannak. A CIA 60-as évek eleje óta folytott kísérletek. Ezt ők beismerték. Állatokkal. Például eljutottak már a 60-as évek közepén végén oda, hogy egy bikát le tudtak állítani a torreador előtt, 1 méterrel. Tehát támadott a bika, ott volt a fejében a mikrocsip, számítógéppel vezérelték, és nem támadott a bika. Ez 60-as évek közepe vége. El tudjuk képzelni, most hol tartanak? Mert ők azért szellőztetnek bizonyos információkat, és tudni kell, hogy amit ők megszellőztetnek, az 5% annak, ami az igazság. Ezek ilyen rávezetések. Nagyon gyorsan be fogják vezetni a mikrocsipet, és nem fogják megkérdezni tőlünk, hogy akarjuk-e. Hát mit gondolunk, mire való a védőoltás? Na most ez nem fantazmagória, félreértés ne essék. Tehát erről írásos dokumentumok vannak. Ezt még a magyar népmese hagyomány is számon tartja, ugyanis ha fölütik a Benedek-elek magyar mese és mondavilágát, fognak találni egy olyan mondát, hogy miköze a világháborúnak egy Rothschild nevű úriemberhez. Van egy ilyen monda, Benedek-elek kötetben benne van, félreértés ne essék. Most ő az egyik. Ez a név, Rothschild, jegyezzük meg. Warburg. És itt nem a kétütemű NDK autóra mondom. Na most pont ez a Warburg az a Warburg, aki ezt le is írta. Tehát leírta. Mi a célunk? Mikrocsipet ültetni mindenkibe. Miért? Mert ez lesz a tökéletes kontroll. Milyen tökéletes kontroll? A világkormány tökéletes kontrollja. Félreértés ne essék, ez a sétáló Bush nevű valaki, aláírta már a szerződést Mexikóval és Kanadával. Létrejön az Amerikai Unió. Ez ma már tény. Ugyanezt fogják megcsinálni Ázsiában. Európában meg már kész van. És onnan már csak egy lépés. Hát ez a szép, új világ. Az a jövő, ami ránk vár. És ezt a mikrocsippet, ha kikapcsolják, mi társadalmon kívüliek leszünk. És az összes információ, ami pénzfelvételhez kell mondjuk a bankban, vagy utazáshoz kell mondjuk, az is lesz. És ha ez nem működik, akkor nem utazunk. Nem kapunk pénzt, vagyis ki vagyunk rekesztve a társadalomban, ugye világos? Ennél még rosszabb, hogy esetleg olyan kis méreg
kapszula lesz abban a mikrocsipben, amit távirányítással föl lehet robbantani, és el van intézve. És mindezek mellett itt van a totális tudatbefolyásolás. Nagyon érdekes, megfigyeltem most már, amikor ott van a görbe. És most el fogom mondani, mert figyeljenek erre, hogy ez hogy jön. Első jele. Hát aki nagyon érzékeny, és szent helyekre is, következőt fog érezni. Megmagyarázhatatlan rosszul lét. Ahogy bekapcsolják a hárpot, megmagyarázhatatlan rosszul lét. Nagyon különleges szédülés. Az ember úgy szédül, mintha önmagán kívül lenne. Tehát ez nem fizikai szédülés, az ember szinte, mintha önmagát látná kívülről. Ami egészen döbbenetes élmény. Elsősorban a nyirokcsomók fájdulnak egyébként meg, és az immunrendszer támadja elsőrendűen, és teszi tönkre. Láz. Megmagyarázhatatlan láz, ami fél óráig tart. És utána visszamegy. Erre mondta a hivatalos orvostudomány, ezt csak a poén kedvéért mondom, mert megkérdeztem egy orvost, hogy ugyan magyarázza már meg, hogy naplementekor fölmegy a lázom, és utána fél óra múlva pedig megszűnik. Hát labilissá vált a hőközpont. Hát köszönöm szépen. Mi az, hogy labilissá vált a hőközpont? Tehát ilyen nincsen. Hát itt tartunk most. És rá fél egy napra olyan szélvihar, amelyet a meteorológiai szolgálat nem jelzett előre. Mert nem tudta előre jelezni. Mert nem egy front tevékenységből származó szélvihar, hanem az ionoszférából levetülő szélvihar. És ezek szélmintákat lövöldöznek. Ezt koncentráltan a Kárpát-medencére. Tehát a háború elkezdődött ellenünk ezen a szinten, és ezt nekünk tudnunk kell. És nagyon figyeljünk oda, mert az szokott történni, hogy amikor a tudatot eléri ez a csodafegyver, elfelejtünk egy csomó mindent. Azt is elfelejtjük, hogy az előző pillanatban mit akartunk mondani. Ezért én a mai előadásra természetesen kis papírocskával érkeztem, hogyha ne adj Isten, bekapcsolják most itt időközben a hárpot, akkor nem kerülünk nagy bajba. Sajnos egyébként ez tényleg nagyon szomorú. Sorozatban előfordult velem az utóbbi időben, és nem csak velem. Tehát én szépen megkérdeztem a baráti körömet, hogy na, hogy állunk ezzel? És akkor mindenki elkezd mondani, hogy hát nem tudom, alapján a jövőm, egy fiatal ember vagyok. És milyen érdekes, két napig rosszul vagyok, aztán egy napig jól vagyok. Aztán két napig megint rosszul vagyok, egy napig megint jól vagyok. És akkor mondtam, hogy nézzük csak meg ezt a görbét. Milyen érdekes, két napig működött a hár, egy napig nem működött. És úgy föllélegzik az ember, hogy hú, de jó napom van most olyan egészségesnek érzem magam. És aztán megint jön a hatás. Na erre nagyon figyeljenek oda, arra meg különösen, amikor ilyen van, hogy mit akartam mondani. Itt volt a nyelvem hegyén, és fogalmam nincs. Most képzeljék, hogy van egy előadás, az ember tartja az előadást, és miről szól ez az előadás? Én nem emlékszem, nem tudom, fogalmam nincs. Én azért vagyok megrémülve, mert szembesültem itt a gigawattokkal. Tehát gyakorlatilag én pillanatnyilag tehetetlenül állok, mert ugye az ember ott áll a szent helyen, próbál hatalmas erőket mozgósítani, és szembe jön egy gigawattos teljesítmény. És nem ez a baj, hanem az, hogy az ember nem tud gondolkozni. Tehát kikapcsolják a tudatát gyakorlatilag. És hát ugye azt szokták mondani, hogy jó, hát az ember azért már mennyi információt összegyűjtött. Higgyék el, hogy amikor benne vagyunk, semmit nem ér, hogy itt mi van. Semmit nem ér. Higgyék el. Mert én ezt most megtapasztaltam. Ha benne vagyok, nem ér semmit. Ha nekem nincsenek mozgósítható tartalékaim, nincsen mozgósítható erőm a cselekvésre, teljesen mindegy, hogy itt mi van. Tehát nagyon fontos a szellemiség, és egyébként erről beszélünk mindig. De ha a szellemiséghez nem kapcsolódik az, amit léleknek nevezünk, ha a szellemiség nem változik át nap mint nap tettek ki, akkor teljesen felesleges itt lennünk. Ez a mostanra is vonatkozik. Nekem is felesleges itt lenne, és önöknek is felesleges itt lennie akkor. Tehát ha ez már a következő pillanatban nem jelenik meg a hétköznapi tetteinkben, akkor miről beszélünk? És ez az, amivel én most szembesültem, hogy gyönyörű, persze, nagyon szép, hogy miket tud az ember, semmit nem ér. Meg kikapcsolják egy gombnyomással. Az biztos, hogy őt nem tudják kikapcsolni. Vagy legalábbis őt utoljára fogják tudni kikapcsolni. Mert ő közvetlenül kapcsolódik a Teremtőhöz. Tehát ebben már neki is lesz beleszólása. De itt nagyon ügyesen tudnak manipulálni. Még egyetlen egy adalékot a történethez. Amikor fordult ez az egész, és nekem elindult a gyógyulásom, az egy jeles naphoz kötődik egyébként.
január 18-áról van szó. Aminek nem azért fontos, mert Piroska napja, hanem azért fontos, mert Árpádházi Szent Marginnak a ünnepe. Nagyon érdekes volt már az előzmény is. Folyamatosan kiszerettünk volna menni a szent helyünkre, a halomra. És valahogy nem jött össze előtte. Gondoltuk, hogy kimegyünk Tébai Szent Pál ünnepén. Nem jött össze. Gondoltuk, hogy kimegyünk Tébai Szent Antal ünnepén. Az se jött össze. És közvetlenül az előző nap, tehát 18-át megelőző nap, 17-én, hát akár hiszik, akár nem, magától leesett a Szent Margitról szóló könyv a könyves polcomról. Ez Szántai Lajos szerző jegyzi. És ez kinyílt egy meghatározott helyen. Akkor már tudtam egyébként, hogy Margit egy kulcs. Megfordítottam, és megnéztem, hogy hol nyílt ki. Most azon az oldalon nyílt ki, ahol arról van szó, hogy egy Erzsébet nevű lányt oda visznek Árpádházi Szent Margitnak a koporsójához. És éppen ott van 5. István király is. És mi baj ezzel az Erzsébettel? Az a baj az Erzsébettel, hogy éppen nem emlékszik a magyar nyelvre. Idegen nyelveken szól. Ez egyébként nagy tanulság. Vannak olyan szekták nálunk, amelyek azt mondják, ha megszáll a Szentlélek, idegen nyelveken fogsz szólni. Na most ő idegen nyelveken szól, és még a saját testvéreire is úgy tekint, mint az ellenségeire. Nem tudom, hogy aktuális ez. Tehát ma a magyarság ott tart, hogy elfelejtette a nyelvét, mert minden második, harmadik szó idegen szó, jobb esetben. És saját testvéreinkre idegenként tekintünk. Itt tartunk? Itt tartunk. És Erzsébetet elviszik Árpádházi Szent Margit koporsójához, és mi történik? Egyik pillanatról a másikra újra magyarul beszél, és átöleli a testvéreit. Egy baj van. Ma nincs Árpádházi Szent Margit koporsója. Egyébként minden stimmel. Mert ma ugyanabban a helyzetben vagyunk, mint a tatárjárás idején. Csak ha van még egy probléma, nincs negyedik Bélánk. Pedig ezt az áldozatot kell most a nemzetnek meghozni. Mit? Negyedik Béla módjára, ha lenne, fölajánlani áldozatként az édes lányát. Ez meg tudná menteni a nemzetet. Margit ezen az éjszakán működő erő volt. Azon a halmon, ahol mi összejöttünk. Ott működő erő volt. Szinte tapintani lehetett. És ott fordult egyébként meg az én állapotom is. Tehát ma nekünk most Árpádházi Szent Margitra nagyon figyelni kell. És tudva lévő az is, éppen Szántai Lajostól, hogy ő beszélgetett valakivel, akiről soha nem árult el, hogy kicsoda. És amikor ő vele beszélgetett, akkor mindig nagy sírás közepette történt ez. Tehát sírva fakadt. Csak sejteni lehet, hogy az első királyról van szó, Attiláról. És bezártuk a kört. Tehát ez az, amiről folyton beszéltünk. Itt vannak a nemzet oltalmazói. Árpádházi Szent Margit egy utolsó menedék nekünk. És ő rajta keresztül nem csak Krisztushoz lehet folyamodni segítséget, hanem Attilához is. És ha hívjuk őt, akkor szét fogja törni a hátnak az antennerdeit. Akármilyen nagy antennerdő, akármilyen gigavattos energiákkal dolgozik. Szét fogja törni, csak nekünk meg kell kérni. Na most ez a másik nagy bajom, hogy hát tényleg szóval megyek ide-oda-amoda, és azt látom, hogy egyre elkeseredettebb vagyok. Valóban egyre többen vannak az előadásokon, ez igaz. Csak még mindig nem látom azt, hogy valami történne. Valamit tennénk már végre. Mert nem teszünk semmit, ez az igazság. Én nem tudom, mi van ezen a nemzeten, de nem teszünk semmit. Mikor fogunk össze végre? Most lehet kutatni, hogy ennek mi az oka. Én azt gondolom, elsőrendűen az az oka, hogy maga a szó teljes mértékben idegen szó következik, de ez jutott eszembe, inflálódott. Mit jelent az, hogy inflálódott? Mit jelent az, hogy elértéktelenedett a szó? Azt jelenti, hogy nem takarja a cselekedetet. Gondoljunk bele abba,
hogy csak két generációval ezelőtt mit jelentett az adott szó. Életre, halálra ment a dolog. Hát ha valaki nem tartotta meg a szabát, leírta magát a közösségből. Pofázás van. És ezt merik arcátlanul információs társadalomnak nevezni, hogy ránk zúdítják az elértéktelenedett tudást, mert információnak azt nevezzük, ami elértéktelenedett tudás. Nincs valós értéke. Ki is találtam idefele jövet, hogy nem is úgy fogom hívni információs társadalom, hanem infernációs társadalom. Hogy az érzékeik, hogy az ördög ott van, és ott munkál benne. Na de mitől van az, hogy a szó elvesztette az értékét? Hogy nem változik át cselekedet? Ez döbbenetes, ezt a kérdést föl kell tenni. Ez azt jelenti, hogy a szó nem tud teremtő lenni. A szó régen teremtő volt. Csak hogy volt egy bűnbeesés, és a bűnbeeséssel mi történt? Az ember elvesztette azt a képességét, hogy a szóval közvetlenül tudjon teremteni. Közvetetté vált a teremtés. Vigyáznunk kéne, mert most is tudunk a szóval teremteni, csak sokkal kevésbé hatékonyan, és nem közvetlenül. Vagyis szétvált a tett, és szétvált a szó. És már nincs fedésben egymással. És ennek mi a közvetlen kivetülése? Mondjuk a test szintjére? Elvesztettük az egyenességünket. Erről is sokat beszéltünk. Egyre inkább majmok vagyunk. Nem tartjuk magunkat egyenesen. Nem divat ma egymás szemébe nézni. Nézzük meg, milyen alakok beszélnek hozzánk. Össze-vissza néznek, és úgy szólnak hozzánk. Hát itt kezdődik a baj. Nagyon nagy a baj. Most ez természetesen egy nagyon nagy fel. Vissza kell szerezni a szó eredeti erejét. És ehhez meg kell tenni egy nagyon kínos utat. Ami elsőrendűen befelé vezet, de ugyanakkor kifelé is vezet. Erről is volt már szó. Mert csak akkor tudjuk visszakapni a szó eredeti erejét, ha mozgósítjuk az őseink teljes erejét. Csak akkor tudunk jövőt építeni, ha mozgósítjuk a múlt összes erejét. Mert a jövőbe tetszik, nem tetszik, a múlton keresztül vezet az út. Amíg nem ismerjük saját hazánkat valóságában, addig nem ismerjük önmagunkat se. Ezt értsük már meg. És amíg nem szeretjük magyar embertársunkat ugyanúgy, mint önmagunkat, addig megint csak nem ismerjük magunkat. Ezért az utolsó gondolat, amit az ősvallással kapcsolatban mondani kívánok, az ezt a problémát fogja körbejárni. Nem ez volt eredetileg a tervem. Csak én nagyon megkeseredtem, megmondom őszintén. Emiatt, hogy zaj van, zaj van. Pedig mivel teremtette a Jóisten a világot? Hát három hagyomány van. Az egyik azt mondja, hogy szóval, igével, ez így szebb nekünk. Hát ez nem a zaj. Az ige az a rendezett értelem, a rendezett megnyilvánulása. Ha tudnánk ősnyelven beszélni, mint ahogy egyébként tudunk. Mert minden pillanatban itt van a lehetősége. Mert a megtisztított, megfényesített, átvilágított magyar nyelv az ősnyelv. Ha tudnánk így beszélni, akkor tudnánk megint csak közvetlenül teremteni. Egy másik hagyomány szerint számolt a Jóisten, amikor teremtette a világot. És csak a magyar nyelv tudja ezt a csodát, hogy ha én azt mondom szám, akkor ide is tudok mutatni. És nem csak a számokra. És nézzük meg, a számok tényleg elértéktelenek? Tényleg, mert ma a végtelen a legnagyobb szám. Holott minden értelmes ember tudja, hogy az egy a legnagyobb szám. Csak hogy elvesztette a szám a minőségét, és pusztán mennyiség lett. És abban a pillanatban, hogy mennyiség lett, természetes, hogy a végtelen lesz a legnagyobb. És ez szült mindent Európába, minden tudományos gondolatot. Ez van mögött, és bármilyen meglepő, ez van mi mögött még. Az emberiség hihetetlen mértékű felduzzadása mögött. Ha én úgy gondolom, hogy a végtelen a legnagyobb szám, elkezd a lélekszám is növekedni. Ugye világos?
De ezt megelőzte természetesen a tömegtermelés bevezetése. Mert mindig a fordítottja az igaz, ne felejtsük el. Nem azért kellett a tömegtermelést bevezetni, mert az emberiség földuzzadt, hanem mert tömegtermelés volt, ez tette lehetővé a népességrobbanást. Csak nekünk mindig a fordítottját mondják. És így lett a gazdaság az alap. És ma állandóan ezt halljuk. Mi az alap? A gazdaság. Gazdaság kor, ugye? Ami tényleg egy kor, de hosszúval. És nem rövidtel. És a harmadik hagyomány azt mondja, zenével teremtette Isten a világot. És itt érzi a legjobban az ember, hogy a zajnak micsoda ellentétével állunk szemben. De ugyanez az információ is, amit nekünk információnak neveznek, az egy zaj, egy háttérzaj, hogy ne találjunk saját magunkhoz vissza. De ahhoz, hogy saját magunkhoz visszataláljunk, természetesen egy alapkérdést föl kell tenni. Tehát ennek a mai eladásnak legyen az a témája, kint és vagy bent. Vagy ha valaki fordítva akarja, bent és vagy kint. Alapkérdés. A mi műveltségünkben is alapkérdés. Az európai filozófia történetben is alapkérdés. De mi másképp tegyük fel a kérdést. Mi hozta létre ezt a kettősséget? Miért van benn, és miért van kint? Úgy is föl lehet tenni a kérdést, ez még izgalmasabb. És itt együtt fogunk gondolkozni. Nem ússzuk meg. Hogy lett a benn kint, és hogy lett a kint benn? De ha itt teszem föl a kérdést, hogy hogy lett a benn kint, ez tényleg alapkérdés így. És hogy lett a kint benn, akkor voltaképpen a teremtés alapkérdéséhez jutottam vissza. Hogy lett az egy-kettő? Mert ami most kettő, az bizony eredetileg egy volt. Honnan tudjuk ezt? Az ezoterika, amire egyébként én is haragszom. És ma már ott tartunk, hogy van ilyen, hogy nemzeti ezoterika. Erre még jobban haragszom. Tehát ha valamivel a nemzeti gondolatot, a nemes nemzeti gondolatot, a hiteles nemzeti gondolatot tönkre lehet tenni, az a nemzeti ezoterika. Ami nem több, mint egy divat, higgyék el. Meg nem több, mint ilyen agyképzelődés. Mert vigyázni kell ám a tudattal. Persze, teremt, folyton teremt. És nagyon gyakran semmi köze a valósághoz annak, amit a tudat teremt. És a ezoterikában ez a nagy baj, nem tud különbséget tenni az alany a valóság és a nem valóság között. A fantazmagória és a tényleges között. És úgy ad elő fantazmagóriát, mintha az valóság lenne. És oda se írja elé, esetleg lehet, hogy nem így van. Nem, ez a megcáfolhatatlan tény. És követik százak és százak a megcáfolhatatlan tény, és hol lyukadnak ki? Elmegyógyintézetben. Van ilyen, ismerünk ilyet? Tucatjában. Amikor például a radiesztézia elindult Magyarországon, az első nagy hullámában, komolyan mondom, 20-30%-ot kötöttek. Elkezdtek az emberek mérni, és azt hitték, hogy valóságot mérnek. És már mindent mértek. Már mindent, ugye érthető? A magyar népi játékokból lehet tudni. Ezt azért mondtam el, és azért hivatkozom le, hogy nehogy azt mondja valaki, de ez is ezotéria. Nem, a magyar hagyománynak a vonulatán állunk nagyon stabilan. Mégpedig a népi gyerekjátékok közegében. Most tudni kell, hogy a népi gyerekjátékok körében találjuk a legfontosabb dolgokat. Miért? Hát mert a gyerekeinket valamire nagyon meg kell tanítani. Ott dől el minden, hogy ők mit játszanak. És a népi gyerekjátékok között melyik az egyik nagy típus? A kin és a ben játéka. Hát amikor az ember ezt kimondja, hogy kin a bárány, ben a farkas, akkor hidegrázást kap. Mert érzi, hogy ennél aktuálisabb mondatot nem lehetett volna mondani. Ugyanis van valaki, aki kint a hideg és sötét világban bárányként megszületett. És azt mondta, azért születtem meg, barátom, mert benned jelen pillanatban a farkas van. És ott lakik. És megdöbben az ember, 4-5 éves gyerekek mit játszanak? Beavatási játékot. Hiteles, önismereti játékot. Ami elvezeti őket legbensőbb lényegük. És nem köntörfalaz. Mi van bennünk? Az ordas farkas.
Mire szoktattak minket? Úgy viselkedjünk, mint az ordas farkas. És mire hivatkoznak? Miért kell úgy viselkedni, mint az ordas farkas? Most jön egy idézet egy nagyon-nagyon jeles embertől. Én nagyon szeretem a versenyt. Mindennél jobban szeretem a versenyt. Most erről van szó. Arra szoktatnak minket, hogy az állatvilág törvénye érvényes az embervilág törvényére. Ezért kellett mozgósítani egy Charles Darwint. Ezért kellett mozgósítani egy Sigmund Freudot. Hogy bebizonyítsuk, az ember állat. Semmi más célja nem volt, ugye értjük? Egyébként semmi nem igaz belőle, mert az ember nem állat. És ez a nyugati pszichológiának és a nyugati biológiának az alapja, ugyebár. Ha pedig az ember állat, akkor az ember milyen törvényeknek kell, hogy engedelmeskedjen? Az állati törvényeknek, és az mi? Az erősebb legyőzi a gyengébbet. Világos. Ami egyébként megint nem igaz. De ezt egy Charles Darwin munkássága elhitette velük. És azóta ennek az igézetében él az emberiség. És a szemünkben mondják. Mi javítja meg ezt a társadalmat? A verseny. A másik, amit most szeretnék ide felolvasni, egy irodalmi idézet lesz, Balázs Bélától való. Balázs Béla írta meg Bartó Béla kékszakálú herceg várához, az egész operának a szövegét, a szövegkönyvét. És írt egy gyönyörűséges prológot hozzá. És ennél ma aktuálisabb és sokat mondó prológust, előszót, előbeszédet el nem tudnék képzelni, és én ezt most fel fogom olvasni. Haj, regörejtem! Hová, hová rejtsem? Hol volt, hol nem? Kinte vagy bent? Régi rege, haj, mit jelent? Urakasszonyságok. Ím szólal az ének, ti néztek, én nézlek. Szemünk pillás függönye fent, hol a színpad? Kinne vagy bent? Urakasszonyságok. Keserves és boldog, nevezetes dolgok. Az világ kint haddal tele, de nem ebbe halunk. Urakasszonyságok. Nézzük egymást, nézzük, regénket regéljük, ki tudhatja, honnan hoztuk. Hallgatjuk és csodálkozzuk. Urakasszonyságok. Kint vagy bent? Hol a színpad? Kint vagy bent? Alapvető kérdés. Mert pontosan lehet tudni a hagyományból, hogy ami kint, az bent. És ami bent, az kint. Csak egy valamit nem szeretünk. Itt megállunk és nem gondoljuk tovább. Első következmény. Ha ami kint ugyanaz, mint ami bent, hogy azt jelenti ez, hogy minden rajtam múlik. Minden rajtam múlik. Panasznak helye nincs. Tehát ez a kettő valamikor egy volt, ugyebár. Vagyis tényleg a teremtés alapjaihoz tértünk vissza. Ahhoz, hogy válaszoljunk erre a kérdésre, hogy miért van kint és bent, arra a kérdésre kell válaszolni, hogy az egyből hogy lett kettő. Hogy lett az egyből kettő? Hogy lett az egy? Ez a magyar ősvallás alapkérdése. Aki ezt nem tudja, nem ismeri a magyar ősvallást. Hogy lett az egyből kettő? Hiába verje a mellét, hogy én úgy, de úgy ismerem a magyar ősvallást. Mit tudunk elmondani a magyar ősvallásra, ami tényleg nagyon fontos, amit szem előtt kell tartani? Hát részint lehet mondani tartalmi sajátosságokat, és lehet mondani formai sajátosságokat. A formai sajátosságok azok elsőrenden történeti sajátosságok lesznek. A tartalmi sajátosságok nyilván a lényeget fogják érinteni. Kezdjük az egyszerűbben. Formai sajátosságok. Öt ilyet szedtünk össze. Legfontosabb, ez nagyon-nagyon is határozottan egyisten hitű vallás. Olyannyira így van, hogy vitának helye nincs.
azért nem szoktuk elhinni, de nem fogom átismételni mindazt, ami elhangzott, mert minket valami blőd hülyeségre tanítanak vallástörténetből. Mivel minden fejlődik szerintük, csak mi nem magyarok, ugye ezt is hozzá szokták tenni, mivel minden fejlődik szerintük, ezért a vallás is fejlődik. Európa ezzel a fejlődés eszmével van teljesen megbolondítva. És akkor hogyan néz ki a vallástörténet? Volt ugye az animizmus, megkérdezik majd aztán, ne tőlem kérdezik, meg tőlük kérdezik, de mi az az animizmus? És akkor jönnek ilyen köntörfa, mindenben ott van a lélek. Hát bocsánatot kérek, minden vallás szerint mindenben ott van a lélek, nem? Akkor most mi az az animizmus? Akkor azt mondják, hát ez a sámánizmus. Mi az a sámánizmus? Hát, ami Ázsiában van. Na de mi az, hogy ami Ázsiában? Hát ami megelőzte a buddhizmust, meg megelőzte a védikus, tehát az indvallás. A védákban egyébként ugyanott van ez az animizmus. Tehát jó, erről ne is beszéljünk tovább. Utána jött a totemizmus, mi az a totemizmus? Utána jött a politeizmus, hát ez végképp egy őrület. És persze, és itt derül ki, hogy miért mondják ezt az egészet. Utána jött a monoteizmus, akkor rákérdez az ember, és kikkel? Ki hozzá volt? Természetesen a zsidósággal. Köszönjük szépen, most mi értjük, hogy miért találtak ki ezt az egészet. Eddig nem volt világos. Összehasonlító kulturális antropológia, vallástörténet ezer éve tudja, minél inkább visszamegyünk az időbe, annál inkább monoteizmus találunk, vagyis egy Isten hitet. Ez volt a magyar ősvallás első segítése. A második duális tanítás. Mit jelent? Ha mi időben tanulmányozzuk a világ működését, akkor két alapelvet vettünk számításba. Mert a kinn és a benn ráragozható mire? A világosság és a sötétség kettősségére. Amiről mit mondtunk? Úgy egy, hogy mégsem egy. Mert a világosság több, mint a sötétség. Krisztus tanítása ettől több, mint mindenőt megelőző tanítás. Mert az mindenőt megelőző tanításban a hangsúly azon van, hogy a sötétség és a világosság kiegyenlítődik, majd ez az egyensúly felborul, újra kiegyenlítődik, majd megint felborul. És mit mond nekünk Jézus Krisztusunk? Azt mondja, hogy a világosság az elsődleges. Miért? Mert az nem a sötétség hiánya, hanem önálló principium, önálló létező. Voltak éppen az egyetlen igazi létező. Mert a sötétség nem az. Nincs saját léte, a világosságtól függ a léte értelemszerűen. És ez maga az üdvözülésnek a lehetőségét hozzá, az üdvözülés programját. Amiről ne felejtsük el, ez a magyar ősvallás egyik legfontosabb üdvtörténeti programja. Mindig is az volt. Mindig is az volt. És a pálosok ugyan micsodát gyakorolnak. És ez lesz a mi mentségünk, mert gyakorolták. Ha nem gyakorolták volna, nagyon nagy bajba lennénk. Még nem fognak jönni, mert ők is azt mondják. Hát igen, látjuk mi is ezt a miniszterelnököt. De ti ezt érdemeltek. És ne zúgolódjunk, tettünk valamit ellene? Tettünk valamit ellene. Nem szavazásra gondolok. Nem Kossuth téri tüntetésre gondolok. Tettünk valamit ellene? Sugárzik a szeretet? A szívünkből? Összefogtunk már? Megsegítettük a nemzettársainkat? Határon kívül? Mindenki megtette azt, ami tőle telhető? Akkor még mit akarunk? Addig a hát fogja meghatározni ezt a programot. És nagyon kevés az idő. Hát ha ezek fölgyorsították a pólusváltást, mennyi az idő? 2012 minusz x év. Ahol x bármennyi lehet, tessék behelyettesíteni. Én nem tudom. Ő tudja odafönt. Na de az 2012 is 5 év, ezt is mondtuk már. Vigyázzunk, most már annyi újunk van, amennyi év hátra van. És csak egy tártos tudja meghosszabbítani. Érthető? Na most. Harmadik sajátosság. Ez is nagyon fontos. Ezt úgy szokták mondani hivatalosan, hogy reinkarnációs tanítás bizony benne van az ősvallásban, ismerik. A mi ősvallásunk 6 elemet tart számon. És a 6. éppen most lesz nagyon nagy jelentősége, amikor ez a bizonyos könyv össze fog csukódni.
És jön az asztrálmitoszi tanítás, magyarul csillagmitológiai tanítás. Hova van fölírva a világosság útja számukra? Nem a földre van írva, hanem az égre van írva. És ugyebár azt a Jóisten teremtette. Ha pedig a Jóisten a világosság nyelvén az égbolton mondja el az ő parancsolatját, akkor azt ne tekintsük már fekete mágiának. És ne higgyük el azt, amit Mózes mond az ő kiválasztott népének, hogy és ne tekints föl a csillagokra, és ne tanulmányozd a csillagok járását, hanem horgasz csak le a fejedet. És sajnos ezt a programot mi sokkal jobban csináljuk, mint ők. Mert ők már rég nem horgasztják a fejüket. Ők már óriás plakátokat nézegetnek Tel Aviv utcáin, amin a Lánchíd van, és oda van írva, hogy gyertek az új hazába. Csak mi horgasztjuk így le még mindig a fejünket. Nézzük a tartalmi elemeket, és ez a fontosabb. A tartalmi elemek megismeréséhez egy népdalt hallgattunk meg. Nem átallottuk azt mondani, hogy ez a népdal, ez a magyar ősvallásnak a himnusza. Az egyik kulcsszó a szerelem. De ezt így tanuljuk meg, ahogy most mondtam. Szerelem. Na most a szerelemhez nem a vízelemet szokás társítani. A szerelemhez nem a földelemet szokás társítani. A szerelemhez nem a levegőt, hanem a tüzet. Tudni kell, aki ezen az úton elindul, az nem egy langyos úton fog lubickolgatni. Hanem aki ezen az úton elindul, annak a saját belső tüzét kell felélesztenie. Igen, ez úgy hangzik, mint egy alkimista beszéd. Mert az alkimia ugyanerről beszélt. Van egy kemence, és nem belebújt a kis Bence. Egyéb iránt ez nagyon fontos. Nagyon fontos, mert a kis Bence az, ami saját lélek magunkám. Itt van a hagyományunkban benne. És ugye érzékeljük, milyen egyszerűen. És ettől igaz. Nem írom körül, nem fogalmazom agyon. Olvasták már a Védákat? Hát ha valami agyon van fogalmaz, és az embernek már 100 haja égnek áll, 100 felé, nem ért, hogy mi, és akkor ugye le kellett írni az Upanishadokat, egy ilyen kommentárgyűjteményt, mert akkor se értették, mit írtak le. Szerintem maguk a brahminok nem értették, hogy mit írtak le. A rishik nem értették, hogy mit írtak le. Mert olyan bonyolult. Hát egy rendkívül tudálékos, didaktikus nyelvezet. Ezt nevezik a szanszkritnek. És a legszentebb nyelvnek kiáltják ki. Holott a magyar ősnyelvhez képest, ezt nem én mondom, ezt már Körösi Csoma Sándor észrevette. Egy eltorzult valami. A magyar ősnyelvhez képest a szanszkrit eltok, na most fogockodjon. Ilyenért kirúgják az embert az egyetemről. Pedig erről van szó. Ott még nyomon lehet követni, hogy lett egy ragozó nyelvből egy nem ragozó nyelv. Ott még nyomon lehet követni. Egyébként az európai nyelvek közül még az ógörökben lehet nagyon szépen nyomon követni. Mert fogózkodjunk meg, az ógörög vagy melyik nyelvben alakult ki? Magyar ősnyelvben. És nem magyarkodunk, nem arról van szó. Mert ez bizony nem magyarkodás, nem sületlenségeknek az ismételgetése. Ma már a kutatás ezt szépen kezdi bebizonyítani. Hatalmas anyag áll a rendelkezésre, ezt már organikus nyelvészetnek, szerves nyelvészetnek hívják. Egyik megalapítója kétségtelen Végvár József. Itt Magyarországon, minden tiszteletünkre van az ő. Hát nagyon fontos az amunk, amit végez. Tehát a szerelem, ami tűz. Tehát ha mi ezt az utat elkezdjük járni, ne számítsunk egy kényelmes útra, egy langyos útra, hanem bizony, ha mi meggyújtjuk ide belül a tüzet, hogy kiolvasszuk az aranyat. Mert ez a cél, itt van belül az arany. Az le fog égetni minden salakot. És el tudjuk képzelni, hogy a mai emberen mennyi salak van. És ez nagyon fájdalmas, mert mindig önmagunkkal szembenézni, az a legfájdalmasabb. Mindig a saját salakunkkal szembenézni, az a legfájdalmasabb. De itt kezdődik a dolog. És az akkor lángolni fog. Mivé tesz engem? Benne van a magyar nyelvben. Hőssé. Hevessé, vagyis hőssé. Nem kell ezt szégyelni. Ez bizony egy szélsőséges állapot. Lehet tudni, az égbolton hol járunk. Minden beavatás kiinduló pontja, az ikrek állatövjegy. A szélső helyzetek megtapasztalásának az állatövjegye. Igen, ám az, hogy szélső, az jelent egy bolygó minőséget. Ha én azt mondom, hogy szél, az égbolt széle, akkor az a Vénusz.
Vagyis jó úton járunk? A szerelem útján járunk. És a szerelem tényleg szélsőséges? Elragadtatásokat ad az embernek? És nem kell tőle félni. Ez nem bűn. Ezt meg kell tapasztalni a teljességhez. Aki a szélsőséget nem tapasztalja, soha nem fogja elérni a teljességet. Még egyszer mondom, nincs közép aranyút. Arisztotelész találta ki. Gyönyörű. Nincs. Ez nem a magyar hagyomány. A magyar hagyomány ezt a szélsőséges léthelyzetet működteti. De hogy? Hogy mindig a közepet tartja szem előtt. Mennyivel másképp hangzik? Nem azt mondom, hogy középúton, amit is azon, hogy egy langyos úton végigmegyek. Arisztotelész félreértette azt itt a hagyomány. Hanem a szélsőséges létállapotokon keresztül megcélzom a közepet. A középpontot. Mi kell ahhoz? Összpontosítani. Minden meditációs út mivel kezdődik? Összpontosítással. És ha én dobolok, mit csinálok? Egy pontot ütögetek a dobon. És ugyanakkor működtetek, nem mellékesen egy Kárpát-medencét. Miért? Mert ugyanúgy dobolok, mint ahogy a világ szíve dobol. Tehát a szerelem az egyik. Most azt is kifejtettük már, ez tényleg egy elem. De melyik elem? Az összes elemnek az együttese. A nagy egyesítés. A nagy szintézis. A nagy mennyegző. A bárány mennyegzője. Elnyerem a király kisasszony kezét, vele a fele királyságot, mert a másik fele már ott volt nálam. Királlyá váltam. És élünk még a világ-világ. És még két nap. Mert túléljük a világot, ugye világos? Ez a párosok program, nem kell túl misztifikálni. Egy valamit viszont tudni kell. Ez bizony a sötétségen keresztül vezet. Vagyis nem, hogy a sötétségnek hátat kell fordítani, hanem tudni kell, hogy a sötétség nem is létezik. Ezt magyarra úgy lehet lefordítani, hogy a halál nem létezik. Most, ha valaki nem tudja azt, hogy a halál nem létezik, az nem lehet mit kezdeni. Már a magyar ősvallás szempontjából. Mert az még gyermekkorban jár. A legfontosabb tudást nem ismeri, hogy a halál nem létezik. Nincs. Rajtunk múlik. Mert ami kint ugyanaz, mint ami bent, és ami bent ugyanaz, mint ami kint. Mert a kettő egy. Vagyis a halálon keresztül vezet az út. Vagyis én nem úszom meg, meg kell halni. És ha egy egész nemzetnek az a dolga, mert azt az üttörténeti programot képvisel, és ez az igazság, higgyék el, nem én találtam ki. Azt az üttörténeti programot képvisel, hogy az örök testet meg kell valósítani. Ezt jelenti az, hogy magyar. Ezt jelenti azt, hogy magyar. Semmi mást. De ez nagyon. Mert itt van az örök test. Régen az ország nem csak egy országot jelentett, hanem az örök testet jelentette. A magyarok örök teste, a nemzet örök teste. A feltámadt nemzet. Ezt értjük a Kárpát-medence feltámadásán. Ne politikai programot tessék várni. Mi nem vagyunk zsidók. És nem a messiást várjuk. Még akkor sem, ha ők idejönnek, mert nekik azt ígérték, hogy az ő messiásuk itt fog megszületni. Természetesen. Hiszen ahol Isten örök teste készül, ott próbál készülni a sátán nem örök teste is. Teljesen törvényszerű. Ez a játszma nem most kezdődött. Mert hol vannak Izrael elveszett törzsek? Ez aztán elágazik egész Morícián is, hogy Jánosig. Hogy miért kényszerítik Móricz Jánost arra, hát ez tényleg az utolsó előadás lesz. Ha másért nem, azért mert. Miért kényszerítették Móricz Jánost a mormonok arra, hogy azt mondja, hogy ő az elveszett zsidó törzseket találta meg? Veszélyben a programjuk. Ugye értjük? Itt kiderül mindjárt valami. És egy csapásra megérti az ember az egész ókori közel-keleti történelmet. Egy csapásra megérti.
És azért ezt már sokan leírogatták, kezdték leírogatni. Mint az előbb nagyon csúnyán utalgattam egy Sigmund Freudra. Azért valahol ő is sejtette ezt. Mert olyasmiket ír, hogy hát olvassák el. Mózes tanulmányba benne van. Hogy bizony itt egy Istent ráerőltettek. Ma már úgy kell fogalmaznunk, egy egész világra. Egy egész világra. Az eredeti helyet, akiről egy valamit nagyon lehet tenni, hogy az élő Isten, mert így hívják, élő Isten, él. Melkiszének Isten, erről is volt már szó, aki borral és kenyérrel fogadja Ábrahámot. Miért fontos ez? Mert már ott van az az üttörténeti program, amelynek a két legfontosabb kellékét látjuk. Így átok, ez az én vérem. Mert mi kell ahhoz, hogy megvalósítsuk a kenyeret, ami az én örök testem. Miért kenyér alakú a Kárpát-medence? De már ezt is tudjuk. Ezért, mert ő az örök test. És ha ez az örök test elkészül, ez a városok programja, akkor fölemelkedik ez az ország. Csontvári Koszkantivata ezzel fejezi be önéletrajzírását. És még egy legjobb helyre kerül ez az ország, ez a nemzet. És kiapadhatatlan forrásokban, nem is tudom pontosan, hogy van a szöveg, bocsánat, gyönyörködhetünk. Ott van az ígéret, mert ez az ígéret földje. Ez az ígéret földje. Fel kell támadjunk, nem politikai értelme. De a halálon ehhez át kell menni. Gyönyörű volt a népdal emlékezni. Tenger vizét kell kimerni, ugye ez nagy merészséggel tudjuk. Mert egyetlen egy dolog szélesebb a tenger vizénél. Mondja egy másik népdal. Micsoda? A szerelem. És még mindig nem hisszük el. És ez bizony a lélek teritoriuma. Meg itt van a közepe. És erre döbbentem én rá most, már. Semmi. Semmi. Minden. Ezért lehet azt mondani, egyetlen egy parancsot adok minden. Nem azt mondta nekünk, olvassátok el a vallástörténet összes dokumentumát. Tanulmányozzátok a Védáktól, Buddán keresztül, nem tudom én meddig. Ezt mondta? Nem. Olyan egyszerűen mondta, innen lehet tudni, hogy bizony-bizony ő magyarul beszélt. Nem vicc, nem mai magyarul félértés. De olyan egyszerűen. Mit mondott? Igen, mindenki tudja, nem mondom, annyira szép. Hát, tényleg az ember nem tudja meghatódottság nélkül mondani. Feltámadunk. Hogyan lett az egyből kettő? Most ez olyan alapkérdés, ezt is mondtam már. Menyegző. Most a menyegző az beavatás? Magyar hagyományban? Ha a gyerekjátékok fontosak, akkor a másik nagyon fontos területe a magyar nép, népi műveltség, a népi hagyományrendszernek, az a menyegzőnek a szokásrendje. A harmadik pedig a temetésnek a szokásrendje. Döbbenetes áthallások vannak, képzeljék el a gyerekjátékok, a menyegző és a temetés szertartás rendje között. Ez a három nagy aranyalma. Ez a három nagy aranyalma egy életre vetítve. Karácsony, húsvét, pünköst, egy életre vetítve pedig születés, gyermekkor, menyegző és halál. Amikor kikérik a mennyasszonyt, akkor egy kérdés hangzik. Mi az, ami egy, és mégis kettő? Tudnélik, ha most ez a szerelemvallás útja, erre tudunk válaszolni. Ha nem, akkor pedig már bocsánatot kérek, pöstélyesen szóval tök felesleges megkötetni azt a házasságot, mert az úgyse fog működni. Tudnélik, az alapkérdéssel nem vagyunk tisztában. Ugyanis miről szól egy házasság? Valami úgy egy, hogy kettő. Vagyis ott teremtem újra először a világot. És egyé válok. Csak egy valamit tudni kell, már most mondom, hogy az már a három lesz. Mert mindig úgy megyünk előre, hogy visszafele nézzünk, de mégiscsak előre megyünk. Tehát a kettőből nem az egybe megyünk vissza, hanem a háromban ismerik fel újra az egyet. Na de miért lett a bent kint és a kint bent? Miért lett az egy-kettő?
akkor nézzük most meg, hogy miket lehet fölfűzni erre a kettősségre. Én egy jó párat fölírtam. Most minden beavatás egyébként ezzel kezdődik, ezt tudnunk kell. Föl kell ismerni a világban működő kettősséget. Ennek van egy nagy ellenlábasa, amelyik minden értéket relativizálni akar. A kettősséget össze akarja tolni egy szintre, nivellál, a mérlegelvet használja, idegen szóval libraizmus. Ismerjük. Nem véletlen, hogy a Mérleg utcában van a szék. Én most egyelőre nem magyarázom még meg, de a White fülek már fogják érzni, hogy nagyon fontos. Már csak azért, mert erről volt is szó. Azt mondom, hogy azonosulás és megkülönböztetés. Valamit valamitől megkülönböztetek, valamit valamivel azonosítok. Egyébként ez a tudatnak a két lehetőség a megismerésben. Vagy azonosítom magam valamivel, vagy megkülönböztetem magam valamitől. Mind a kettő, ha egyeduralkodó, nagyon nagy baj van. Ezotéria nagy hibája. Azonosulok, és közben már azt sem tudom, ki vagyok. És beleragadok ebbe a nagy örvénybe. Annyira nyitott vagyok, hogy már nem is vagyok. És aztán úgy rángatnak vissza a barátaim. Gyere már vissza a földre, kedves barátom. Hát a földelemet nem azért adta a Jóisten a te születési képletedbe, hogy repkedjél egyik fáról a másik fára, mert nem vagy madár, hanem ember vagy. Benned van a madár képességes, de a két lábon állás képessége is benned van. Megkülönböztetés. Na, hova írjam az egyiket, és hova írjam a másikat? A megkülönböztetés, és miért pont a bent az azonosulás? Azért érezzük, hogy itt valami nagy titok van. Ennek most mondom az ellentét. Ha én azonosulok valamivel, kivetítettem önmagamat, és amikor megkülönböztetem önmagamat attól a valamitől, visszavonom a tudatomat. Egyébként alapkérdés a házasságban is. Ugye, tehát érezzük, hogy ennek hatalmas súlyuk van. Hatalmas súlyuk van. És ha ezekkel nem vagyunk tisztában, akkor ugye mit szeretnénk? Mit akarunk? Ha tényleg a saját ős vallásunk tanításával nem vagyunk tisztában. Minden népmesében megtalálható ez a két elem. Rögtön ragozom is tovább, mert ha Pava Gábor itt állna, azt mondaná, hogy ezt terítsük jobban szét, bontsuk jobban szét, ne csak a tudatról beszéljünk, hanem a lét általános tendenciáról, és mondjuk azt az azonosulásra, mondjuk, hogy folyamatszerűség, a megkülönböztetésre pedig azt, hogy állapotszerűség. Vagy fordítva. Folyamatszerűség. Mind a kettő jelen van a világegyetemben, persze, értelemszerűen. És nagyon nagy baj van, ha csak az egyiket, vagy csak a másikat tüntetjük ki. Folyamatszerűséget tekintjük meghatározónak, akkor a növényvilágról beszélünk. Ha azt mondjuk, hogy az állapotszerűséget tekintjük meghatározónak, nem csak az állatvilágot, hanem az ásványvilágot is tekintjük. Ha pedig a kettőt együtt tekintjük, akkor az emberről beszélünk. Mert az emberben mind a kettő azonos súllyal van meg, és az a jó, ha azonos súllyal van. Ha billen, akkor nagyon nagy bajok van. Na most, mivel szélső helyzeteken halad a beavatás, ezért természetesen szélső helyzetek tapasztalatán keresztül megyünk. Amikor a sámán fölveszi az állatősét, akkor ezt célozza. És erőért megy. Ha pedig át akar éppen alakulni egyik állatok a másikba, ezt célozza meg. Mindig szélső állapotokat él meg, de ő saját maga számára mindig középpontban ennek a kettőnek az egységét, a teljességét tartja. Akkor tud működni a dobolás. Hát aki tényleg magas szinten dobol, és már nagyon közel van a, mondjuk a magyar ősvalás szertartás rendszerében működtetett doboláshoz, az ezt megélte. Most felesleges erről beszélni. Tehát ezt tudja, hogy ide billenek, de rögtön abban a pillanatban, hogy billentem, mert soha semmi teljes ilyen értelemben a szélső helyzetben nem válik. Már is billenek vissza. Hát ezt fejezik ki ez a szegény ábra, ugye? Abban a pillanatban billenek vissza a másik állapotba. De sohasem középen járok. Miért? Mert a pont az nem létezik. A középpont nem létezik. De létezik. De úgy, hogy nem létezik. Hol volt, hol nem volt. Megbeszéltük. Ott van a magyar népmese hagyományban.
És amikor az ikrek stációból elindulunk, mert minden népmese szellemi értelemben innen indul. Minden népmese máshonnan indul, más állatőjegyből tudjuk. De minden népmese szellemi értelemben beavatási út, ezért minden népmese az ikrekből indul. Ezért azok a jó népmese elemzések, amelyeknél egyszerre több állatövi jegyben haladunk. Ugye érthető? Az egy leegyszerűsítés, amikor azt mondjuk, elkezdődik a bakban, és mondjuk elér a vízöntőig. Nem. Mert közben mi nem néztük meg, hogy ha az ikrekből indítjuk, vagyis a szellemi arculatot vizsgáljuk, akkor hova jutunk? Ugye érthető? Na most menjünk tovább. Én úgy bontottam tovább ezt a kettősséget, hogy azt mondom, ez kölcsönzés Pap Gábortól, megmondom őszintén, a Kantáta Profána tanulmányban, tehát segítséget hívtam, a hiteles mestereket szabad segítségül hívni, de le kell hivatkozni. Dinamikus elv, statikus elv, azt mondja Pap Gábor. De én ideírom. Dinamikus elv. Na szóval, részecske és hullám kettősségében. Hát ha a lélek a hullám, és a test a részecske, én ezt mondtam, hogy lesz a test örök test? Hullám természetűvé válik. Ott van a torinói lepten a lenyomat? Ott van a fehér márvány lapon a lenyomat? Ott van. És azt a részecske nyomta oda? Hát nagy bajban lennénk. Azt a hullám természet nyomta oda. Kezdtünk sok mindent azért tudni, vagy hát látszólag megérteni. Tehát itt a nagy misztérium az, hogy át tudjuk elényegíteni a kettőt egymásba. Van egy olyan sajátossága a természetnek, ami a tehetetlenség ellen dolgozik. Ezt egyébként úgy hívják, hogy élet. A tehetetlenség ugyanis nem más, a bűn és a halál. Tehát ugye minek van tehetetlensége? Ez megint a magyar nyelvből lehet tudni. Egy valaminek van tehetetlensége, persze ez is csak a tehetetlen ember számára. A bűnnek. Most ha valaki már érezte, hogy hogy jut bele a bűnbe, ezek azok kérdések. Hogyan sodródik a bűnnel? Mint egy örvény belekerül, és zuhan, zuhan, zuhan. Pontosan a tehetetlenség. Ez pontosan a tehetetlenség. És minek van tehetetlensége? Kizárólag a részecskéknek. Kizárólag a tömegnek. Innen lehet tudni, hogy a tömegvonzás lehet sötét energia. Egyébként nagyon beszédes, most olvasták ezt a tanulmányt, amit az amerikai mérnök ember írt. A legújabb Dobogóban lehet. Olvasni ez itt a reklám helyen. Mi a gravitáció? Ő azt mondja, hogy voltaképpen a sötét, amit sötét anyagnak neveznek a fizikusok, az voltaképpen az a halmazállapot, amit mi gravitációként ismerünk, és milyen beszédes, sötét anyag. Nincs fénnyel átvilágítva. Függetlenül attól, hogy most létezik-e vagy nem. Mert föltehetjük persze a kérdést, hogy igaza van-e a kutatónak, vagy nincs igaz. Tehát a gravitáció, amit mi gravitációnak mondunk, az a mi saját bűnünk. Miképp kint, mint ahogy bent. És mi tart minket vissza attól, hogy átlényegült testtel felemelkedjük? Tehetetlenség ellen dolgozó elv. Én ezt egyébként átfogalmaztam, ezt Pap Gábor fogalmazta meg ebben a formában, a Kantáta Profána végén. Én azt mondom, hogy az entrópia ellen dolgozó elv. Hogyha mi egy fizikai rendszer, ami kizárólag részecskékből áll gyakorlatilag, magára hagyunk, az energiája ki fog egyenlítődni. Tehát az történik, hogy ezt úgy szokták a fizikusok fogalmazni, a szabadsági fokokon eloszlik az energia. És gyakorlatilag kihűl a rendszer. Tehát ezért van az, hogy ha én fölforralom a vizet, és magára hagyom, akkor az ki fog hűlni. Ha nem lenne entrópia, akkor nem hűlne ki. Egyébként ez az időnek a folyamatával függ össze. Tehát azt mondják a fizikusok, ha ez fordítva történne, mi az időt fordítva tapasztalnak. Tehát az idő irányának a tapasztalat az entrópiától függ. Most az entrópiát mi azért megragadhatjuk elég alaposan. És az entrópia magyarul annyit jelent, hogy rendezetlenség. Kiről van szó? A sátánról. És mit csinál az élet? A legalsó szintről rendet épít. Egyre magasabb szintű rendet.
ha most az entrópia a fizika törvénye, de ezt is mondtam már, ez azt jelenti, és merjünk bátran gondolkozni, ez a magyar ősvallás. Az élet ellentétes a fizika törvényeivel. Éljen, bebizonyítottuk. Amit egyébként mindig is tudtunk. Az élet egy kölcsönhatás, ami a másik négy kölcsönhatásból építkezik. És ugyanezt mondja a magyar ősvallás. Van négy elem, de van az ötödik, a teremtetlen lényeg, amely mozgatja ezt a négy keretelemet. A tüzet, a földet, a levegőt és a vizet. Mi a fizikában ma a tüzet úgy ismerjük, hogy elektromágneses kölcsönhatás. A gravitációs kölcsönhatás, a földelemet úgy ismerjük, mint erős kölcsönhatást, a levegőelemet úgy ismerjük, mint gravitációs kölcsönhatást. És mi maradt ki a gyenge kölcsönhatás, az a víz, ami a párolgásért felelős. Ezt a fizikusok rádióaktív bomlásnak nevezik. Itt van a négy kölcsönhatás. És keresik az ötödiket. És miért nem találják? Hát nem jó helyen keresik. Mert az a biológia foglalkozik jelenleg, és nem a fizika. Át kéne csak így nézni. Most ez az, amit a modern szervetlen világ nem tud így átnézni. Mert a bal féltekét használja csak a szerencsétlen. Így az összefüggéseket sose fogja meglátni, csak a részletekbe veszik el egyre jobban. És ha ezt mind egyesítjük, akkor beszélünk szerelemről. Ez lesz a hiányzó kölcsönhatás, ami az összes többinek az egységesítése. És elértük a teljességet. Úgy szeressétek egymást, hogy én szeretel bennetek. Le lehet fizikai szintre fordítani. Mert hogy ez egy teljességprogram. Ugyanúgy érvényes a részecskékre, mint az emberre. Meg a lélekre, nem? Különben is, ami kint ugyanaz mutatni lehet. Nem is entrópia, rendezetlenség ellen tevékenykedik. Rende. Ez is a sátán ellen tevékenykedik. És akkor megérte az ember, hogy a magyar ősvallásban az élet miért szentség? Mert az. És akkor jön az ezotéria, és mit mondja, Luciferi tekintettel ide néz, az élet az önmagában egy üres valami. Gratulálok. Ha neked üres az élet, akkor minek élsz? Mert hogy mit öltjük meg tartalommal? Hát ez kétségtelen így van. Az élet szentség. Most, aki ilyet mond, nem nagyon tölti meg tartalommal. Jó, tehát ez lenne az egyik oldal. És akkor a másik azt mondja, hogy egyensúlyra, nyugalmi helyzetre törekvés. Ez sajátosság a fizikai természetnek? Igen, el szokták mondani, ez a legkisebb hatás elve. Minden egyensúlyra törekszik, tehát a legrövidebb utat fogja választani, hogy egyik állapotból eljusson a másikba. Akkor ezt hova írjam? Hát mivel az egyiket már elfoglaltuk. Egyensúlyra törekvés. Na menjünk tovább. Szimmetria, aszimmetria. Ezt így rövidítem. Tanulgából után szabad. Tükör szimmetria. Így fogom rövidíteni. Mert így pontosabb. Lineáris és ciklikus. Magyarul fogalmazva egyenes vonalú és körtermészetrajzi. És visszakérdezek rögtön, hogy provokatív hangulatomban vagyok. A világot melyik jellemzi? Jézus Krisztus azt mondta, reinkarnálódok. Vagy azt mondta, én vagyok a kezdet, és én vagyok a vég. De nagyon vigyázzunk a válaszra, mert úgy is meg lehet fogalmazni. Jézus Krisztus megszületik minden esztendőben, és mégis utoljára jön vissza, amikor visszajön? Na jó, nem arra gondolok, hogy vannak olyan iskolák, amelyek azt mondják, hogy kétszer fog visszajönni. Ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy kétszer jön vissza, vagy csak egyszer. Mert itt nem erről van szó, hanem arról, hogy ő zárja le ezt az egészet. Akár másodszor, akár egyszer. Egyébként azért abban egy picit gondoljunk bele, mondjuk, hogy miért jönne kétszer. Na, de mindegy. Azért, hogyha elbeszélgetünk pásztor emberek, mert tényleg a saját műveltségből induljunk már ki. Az ilyet nem lehet hallani kint a pusztában, ahol mi tudjuk, hogy kétszer jön vissza. Mondta nekünk. Kicsoda? Hát Zarathustra. Tehát ilyet azért nem nagyon lehet hallani, már szépen hangzik kétségtelen. Szóval, ő azért elég világosan beszélt tanítványoknak. Visszajövök. A kereszténység történeti vallás vagy nem? Is. Ezt csak azért kell hangosan mondani, hogy mondjuk egy Mircea Eliade is meghallja.
ami azt mondja, hogy történeti vallás a kereszténység. A legexaktabb példája a történeti vallásnak. Szemben a kozmikus vallásokkal. De hát aki példaképként tekintett egy Antonescu-ra, bár attól még lehetne jó kutató. Na menjünk tovább. Azt mondom, ez nagyon izgalmas. Racionális, irracionális. Gondoljunk például abba bele, művelődés történetét, egy szegény Pitagórasz, amikor megtudta, hogy van olyan szám, hogy több kettő, irracionális, mit csinált? Öngyilkos lett. Jó, és akkor még egy olyan kettősséget, nem valaki semmi, de hogy is nem. Páros és páratlan. Tudják, milyen alapvető kérdésről van szó? Mondjuk azt mondom, hogy bolygó együttállás, például. Páros bolygó együttállás, vagy páratlan? Egyáltalán nem minden. Tudják, mikor vannak a nagy földrengések? Páratlan bolygó együttálláskor. Tudják, mikor vannak a nagy légköri frontok? Páros bolygó együttálláskor. Nem mindegy. Egyébként ez visszatérő, hogy az Arisztotelész logikája. Azt mondta, erről beszéltünk, másodta van ez így. A szegény Szokrátész még megpróbált ellenállni. Ne felejtsük el, hát neki a méregporrat ki kellett inni. És miért? Mert nem átallotta azt mondani, hogy egy ember véleménye nagyobb súllyal számíthat, mint a köz véleménye, ha az az egy ember bölcsebb a köznél. Min alapszik a modern, szabad, különböves demokrácia? Az a lényeg, hogy hányan vannak. Ismerős a szituáció? Bűnös vagy nem bűnös? Baravás. Ez a demokrácia. És mindig, kit fognak fölmenteni? És ennek fényében nézzük meg, kik uralkodnak rajtunk. De nem kell csodálkozni, hogy köztörvényes bűnözők a vezetőink. Ez még a jobbik eset. De hogy emellett még szabad kőművesek, és természetesen internacionalista szabad kőművesek, és természetesen nemzetközi érdekeket képviselnek, úgy, hogy a magyarságban minden másodpercbe belerúgnak. Mert gyűlölik a magyarokat. Most képzeljük, hogy ezek önmagukat hogy gyűlölik. Tehát voltak éppen szánalomra méltó senki házért. Menjünk el a Nazca fennsíkra, ott van egy majom. Két keze van. Egyiket se dugja el, mert ugye ő nem politikus. Mind a kettőt mutatja, és az egyiken négy ujja van, a másikon pedig öt ujja van. És tudva lévő első megközelítésben, hogy az öt páratlan, egyelőre még legalábbis. De lehet, hogy Gyurcsány el fogja önkítetni, hogy nem pár. Tehát az öt az páratlan, a négy pedig páros. Összemérje a páros tepár. Most innen látszik, hogy ez egy alapkérdés. Na de a majom melyik állatövi egyhez tartó? És mi most melyik állatövi egyhez? És nem értjük még mindig, mit kell csinálni, ott mutatja. És azért ne legyünk a nagyon büszkék arra, még ha megértjük, akkor sem. Mert ő egy majom. És már neki kell ezt mutatni nekünk. Már itt tartunk szellemnek, hogy majomnak kell elmagyarázni. Erre szokták, majomhoz majom szólhat. Össze kell mérni, eljött az ideje, össze kell mérni a párost a párat, hogy miért öt és mérni, gyere, mert mindjárt lesz szó. Nagyon fontos az is. De össze kell mérni a párost a páratlannal. Nem kirekeszteni az egyiket, mert a sötétségtől nem lehet elfordulni. És akkor most egy nagyon-nagyon jellemző kettősséget följött. És akkor kezdenek talán leesni a tantuszok, ha nem, én voltam rossz szervező. Azt mondom, szerves. Azt mondom, szervetlen. Azt mondom, szerves műveltség, és azt mondom, szervetlen műveltség. Érdemes azon elgondolkozni, hogy egy szervetlen társadalom mit fejlesztett tökére. A számítástechnikát. Bináris rendszer. Vigyázzunk. Most itt látszik, hogy az a magatartás, hogy azt mondjuk, ami szervetlen, rekesszük. Ez nem fog működni, bocsánatot kérek, mert a szerves miből épül föl? Itt a nagy folyam, a szervetlen. Az élet miből építkezik? A szervetlen. Hogy lesz szerves belőle?
fény hatására átvilágítja a szervet lent a fény, és szerves lesz belőle. Szerves, nincs szervetlen nélkül. A világ nincs szűz nélkül. Nincs. Ezt főleg mi nem mondhatjuk. Szűz már a népe. Nem a szűzzel van a baj, hanem a sötétségbe lerántott szűzzel. Nem a szervetlennel van a baj, hanem a sötétségbe lerántott szervetlennel van a baj. Azzal van a baj, ha egyedülalkodóvá tesszük a szervetlent. És mindent meghatározóvá tesszük a szervetlent. Ugyanis az a mentő párkapcsolat, ami mindig is páros maradt. És ha mindig is páros maradt, voltak éppen teljesen mindegy, hogy mondjuk azonos neműek működtetik-e, vagy különböznek. Mert úgyse lesz belőle gyerek. És egyenlősége lett lehetett. Innentől fogva a buzi és a nem buzi közé, bocsánat a szó, aztán de még egyszer mondom, ez eredeti magyar szó, és nem csúnya. Csak velünk kell hitetni, hogy azt lehessen mondani, hogy meleg. Ezt is mondtam, már a fürdővizen meleg. Jobbik esetben. És ez nagyon nagy probléma a nemzeti ezotériában. Erre figyeljünk oda. Szervetlen, hát az off, gonosz a szervetlen. A szűz hatások, hát az a bor, ez a meddősítés. Nem, nincs nélkül élet. Nincs nélkül, nem tud miből dolgozni a szerves, hanem szervetlen. Nem tud miből dolgozni. A kettő együtt van. Na most azt mondom, hogy a férfi, azt mondom, hogy a nő. A magyar népi műveltségben a férfi a kínvilágát testesíti meg. Igaz? Minden. Állapotszerűség tartozik hozzá? Igen. Statikusság tartozik hozzá? Igen. Részecske természet tartozik hozzá? Hát jól dolgoztunk. Ez derült ki, hogy ez a férfihoz tartozik. És most fogozkodjunk. Ezért nézi magát a nő folytonatikát. Ugye értjük? Mert voltaképpen kit keres benne. Na most legyünk őszintén. A férfit. Ezért a férfiakhoz ki fog rehajolni a sörendű módon? Szűz Mária boldog asszony. Hát ő a tükör. Igazság tükör. És ki fog a nőkhöz rehajolni? Jézus Krisztus. Árpád, hát hiszen annyit tudta ezt. Kit hívott magához minden éjszaka a cellájába? Jézus Krisztus. Hova hívta? Szerelmes szavakkal. Hát bizony. Testi-lelki koporsója. És nem kell most megdöbbenni, és Jézusom. Igen, Jézusom. Mert ki a legfőbb szerelme minden nőnek? De erről is volt már szó. Mert minden férfiban ki él benne. Őskénként. Az, aki a kezdet, és ez a nagy misztérium. Jézus Krisztus mindenkiben ott van. Csak most kint a bárány, bent a farkas. És a farkas miatt, az ordas eszmék miatt nem veszük észre. És minden nővel Szűz Mária boldog asszony születik meg, ez se újat mondok. És ha kettejük násza létrejön, akkor ez tartja fenn a fiúság működését. Mert páros szám a kettő, páratlan szám az egy, de ezt csak a fiú kötheti össze. Mert ő a kezdet, ő a még. Ő benne egyesül újra, a kín és a bent. Na most, ha nem tűnt volna föl, az evangéliumi hagyományban a papság nem értesül Jézus Krisztus születéséről. Miért? Mert ők mást várnak. A mai napig. Ezért hívják zsidó kereszténységnek. Ezért. És
és ebbe a pápát is tessék beleérteni. Hogy igazság legyen az oldalunkon, azért második János Pál valamit mondott. Egy Mikola nevezetű politikusnak, amikor ott járt nála. Ezt ő megszellőztett annál el tudni. Mert mit is mondott neki? A magyarok fogják megtanítani Európát az igazi kereszténységre. Na ennyit tudott mondani a halálos ágy előtt. Mert megnyílt a lelkismerete. És ezek nagyon súlyos szavak. Mert a magyar ősvallást mondta ki. Mert a magyar az egy vallás. Egy szellemi létállapot, ami kötelez minket. Az egyetlen, ami kötelez. Aki magyarnak tartja magát, annak ezt a szellemi létállapotot kell megcéloznia. Ez pedig a feltámadás létállapot. És akkor jönnek majd a pálosok, és ők már föltámadtak. Azért, mert most még szenderegnek, ők már föltámadott testben vannak. Érted? És abban a pillanatban eljönnek közé. Ahogy mindenki szívében egyszerre dobbanva elkezdi ezt a magasztos feladatot megvalósítani. És akkor eljön a Teremtő Isten országa. Mert Magyarország mégis az volt. Csak most lappank. Lappank bennünk, mert az ordas itt lakik a szívünk. Ez a léleknek két képessége. Illetve most már végre lássuk már egybe. Örök vita. Szellem vagy lélek? Attól függ, honnan nézzük. És ez a lélek. Ha a szellemre helyezzük, hangsúlyt, mágusok jönnek. A lélekre, pásztorok. A magyar műveltség, pásztori műveltség. A magyar műveltség, név szerint is mágus műveltség. Egyébként azt is odaírhattam volna mai műszóval. Csak ha már a mi műveltségünkre alkalmazok ezt a két fogalmat, nem igaz. Hogy népies, urbánus. Mert egy mágus réteg hol fog kialakulni, ahol már nem mindenki ismeri a csillagok járását. Ez milyen közeg? Városi közeg. Most megint nincs baj a városi közeggel, mert kérdezi az ember, ugyan tessék mondani, télen mi nyújt biztos menedéket? A városi közeg. Csak amikor beköszönt a tavasz, tessék újra kimenni a szabadba. Mert különben be fogunk kövesedni. És csak városiak leszünk. És a végén már a búzát sem ismerjük meg. És nem tudom különbséget tenni a mangalica, és a szürke marha között. Vagy ami még rosszabb, a férfi és a nők között. És pedig akkor lesz világvége. Ő egyesíti ezt a kettőt. Honnan lehet tudni? Ők mennek hozzá. Értesülnek a hírről. Angyalok útján, csillagok útján. De tudjuk-e a magyar hagyományból azt, hogy a csillagokban kik raknak? Az angyalok. Csak angyali színűvel kell felnézni a csillagokba. És mind a két képességet újra elsajátítani. Mert ami most kint, az bent volt régen. Már csak egy dolgot kell tudni. Ha most mi a vízöntőben vagyunk, akkor tőlünk egyik oldalon a halak van, másik oldalon pedig a vak. A vaknak a száma a négyes, a halaknak a száma az ötös. A vízöntőnek nincsen, mert levegőség. Itt a kulcs kérdés. Mondja a majom. Ha össze tudjuk mérni, nem leszünk majmok. Ha nem tudjuk összemérni, majmok leszünk. Csak egy valamit vigyázni, egy valamit vigyázni kell, akkor az egész emberiség majom lesz.
az egész emberiség. Mert a világot Isten úgy teremtette, a szeretet szellemével, ami a szeretet szellemének a lényege. A szeretet szellemének pedig az a lényege, hogy azonosulok azzal, amit szeretek. Isten a világot úgy szerette, szívében föllobbant lányként, hogy azonosult vele. Ezzel Isten világgá vált, és a világ Isten vált. Ezért minden a szívben történt, mondja a hagyomány, Isten szívében, az egész világ teremtése. Föltűnte az, hogy amikor a teremtés történetéről beszélnek a hagyományok, jelesül a magyar hagyomány is, mindig a lélekben lejátszódó folyamatok metaforáiban beszél. Nem azért, mert most jön a sátán, figyelj, antropomorfolás. Idiotizmus. Nem. Azért, mert a szívben történt a teremtés. Isten szívben. Ez a legfontosabb mozzanat. Mert mi az, ami a tudatot azonosítja valamivel, ami eddig nem a tudat volt? A szeretet szellem. A szerelem szellem. Hát mi a szerelem lényege? Azzá válok, akit szeretem. Isten így szállt le a természetben. És lett lény. Az egész világ egy lény. Isten lénye. És Isten benne elrejtőzött. Na most mivel? Isten az ember is. Én vagyok a... Nem én mondtam. Én vagyok a kezdet, és én vagyok a... Ha valaki azt mondja, hogy én vagyok a kezdet, azt jelenti, hogy ott van a kezdetnél. Vagy hazudott. Ha pedig ott van a kezdetnél, az ember ott van a teremtés pillanatában. Már ott van. Csak csíraszerűen. Ha úgy tetszik, szellem formáját. Ezt nagyon szépen a festett kazettás mennyezeteinken ábrázolják. Mert ennek van egy rejtjeles üzenete is. Egy rejtjeles is. Ez nem csak a napot jelenti, mondjuk egy csenger simai festett kazettán, hanem a világossággal egylényegű, emberszabású fénykvantumot. Mert ez az ember szellem mindenben ott van. Csak fokozatosan bontja ki önmagát. És legmagasabb szinten a szeretetben emberként fog önmagára ismerni. Értjük. De ott van már a kezdetkor is. És mivel a kezdetkor ott volt, a teremtésnek a tudat átvitelét átélte és megismételte. De már nem az egész világra vonatkozóan, hanem csak részeire vonatkozóan. Azt gondolta, hogy ő azonos a világ részeivel. És így, ami eddig kint volt és bent egyszerre, az egyre inkább bent élet. És amiben ő el volt rejtőzve, ez maga a világ, a világosság, az egyre inkább kinté vált. Ezért a kint mindig Isten bentje, de ma már az ember számára kizárólag a bent kintje. Így született meg fölött a hierarchia. Mert abban a pillanatban, ahogy ő azonosította magát mondjuk az elemekkel, az elemek abban a pillanatban emberré váltak. És ők ma köszönik, jól vannak, emberként élnek az ember fölött. Az ember pedig elemként él, az ember elemek alatt. Majd azonosította magát a hetességgel, majd azonosította magát a tizenkettességgel, és ami a helyzet? Mindez fölötte van. Olyan erőként, ami befolyásolja az életét, holott neki kéne uralkodnia ezen erő fölött. Képzeljük el, hogy a testünk az egész világ érte. Ez az ember ős eredeti állapota. Ma is az ember teste a világegyetem. Ezt nevezik mikrozodiákusnak. Csak ne felejtsük el, ez mikro. És nem makro. Mert ma bent, és nem kint.
egyeztettük-e? Urakasszonyság. És én ezzel búcsúzok a magyar vallástól, önöktől és a februártól. Magyar vagyok. Legszebb ország hazám. Az öt világrész nagy területén. Egy kis világ maga. Nincs annyi szám, ahány a szépség gazdag keverén. Van rajta bérc, amely tekintetet vét a Kaszpi-tenger habjain is túl, és rónasága, mintha a föld végét keresni olyan messze-messze nyúl. Magyar vagyok, természetem komoly, mint hegedűink első hangjai. Ajkamra felfelröppen a mosoly, de nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem, magas kedvemben sírva fakadok. De arcom víg a bánat idejében, mert nem akarom, hogy sajnáljatok. Magyar vagyok. Büszkén tekintek át a múltnak tengerén, ahol szemem egekbe nyúló kősziklákat lát. Nagy tetteidet, bajnok nemzetem, Európa színpadán mi is játszottunk. És miénk nem volt a legkisebb szerep. Úgy rettegi a föld kirántott kardunk, mint a villámot éjjel a gyerek. Magyar vagyok. De mi mostan a magyar? Hold dicsőség halvány kísértete. Föl-föltűn is lebúvik nagy hamar, ha vert az óra, ott van mélybe. Hogy hallgatunk a második szomszédig, alig hogy küldjük életünk neszét, s saját testvérink, kik ránk készítik a gyász s gyalázat fekete mezét. Magyar vagyok, s arcom szégyenben ég, szégyellenem kell, hogy magyar vagyok. Itt mi nálunk nem is hajnalik még, holott máshol már a nap úgy ragyog. De semmi kincsért s hírért a világon, el nem hagynám mint szülőföldemet. Mert szeretem, hőn szeretem, imádom. Gyalázatában is nemzetemet. Petőfi Sándor.